Nagyon sok érdekes ötletet láttunk, nagyon sok érdekes plakátot. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki vette a fáradtságot, és az elmúlt két hétben, 10 napban beküldte a javaslatát a plakátra, a szlogenre. Én azt hiszem, hogy ilyen kreatív versenyeket minden esztendőben, minden kampány alkalmával kellene tartani. És most már meg is történt a zsűrizés. Az online szavazatok és a stábból alkotott zsűri véleményem az a következőképpen nézne ki. Itt van ez az első díjas, nem tudom, hogy kicsoda, fogalmam nincs, nem tudom, hogy hívják, ő fogja kapni az iPhone-t. Néhány napon belül mihelyt megérkezik az iPhone, mert nem akartunk kódolt iPhone-t adni ajándékban. A második díjas, külön díjas, az egy ilyen 3 plakátból álló alkotás, nem tudom ennek sem a szerzőjét. Egy nagyon érdekes, szellemes plakátterv. A harmadik díjas, vagy külön díjas, a második külön díjas, ez ami itt van a kezemben, talán ez volt az egyik legszellemesebb román plakát, legalábbis az én véleményem szerint, de mondjuk ez nem fontos. És még van egy pár érdekes plakát, amit megmutatnék, hát egyébként is a honlapon láthatóak. Itt van ez az alkotás, van ez, ami kartonból kis jelöltet, kis Kelemen Hunort alkot. Én szerintem ezt még lehet használni, sőt, kellene használni. És hát van itt egy ilyen, amit Korondon és Farkaslakán tudnánk használni jó bőven. Eltévesztette az alkotó a dátumot, november 20-át írt 22-e helyett. Hát mondjuk egy plakát tervezésnél ez óriási hiba, óriási tévedés. Képzeljék el, hogyha november 20-án tömegsorokban állnak a választó helyiség előtt az emberek, és akkor derült, hogy 22-én kell menni szavazni. Egyébként érdekes alkotás ez is. Itt van még 2 darab plakát, amit megmutatnék. Román és magyar. Nagyon egyszerű, tiszta. A zsűri véleménye szerint, az online szavazatok véleménye szerint ez is az első 10 között szerepelt, ha szabad ilyet mondani. De egyébként én azt hiszem, hogy minden egyes alkotás külön díjat érdemelne. Még egyszer köszönet érte. Szép munka volt.